Iskola történeti vetélkedőre gyűlt össze majd 100 diák az István Király Általános Iskola tornatermében péntek délelőtt. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a versennyel az intézmény. Valami újban törtük a fejünket, és ez lesz most az iskola történeti vetélkedő. Sok csapat jelentkezett, úgy lehetett nevezni, kis versikékkel, előzetes feladatokkal, és 28 csapat jutott be az iskola történeti vetélkedőbe. 35 éves iskola, minden jelent csodás otthon. Sportolunk és nevetünk sokat, tanulunk minden otthon. Csakorni is tudunk ám, és versenyérnénk is talán. A barátok is fontosak, a tanárok is fontosak. A harmadik C-sek például ezzel a verssel jutottak be a döntőbe, de a költemények mellett egy-egy tervet is kellett készíteniük a nevező csapatoknak, melyben azt kellett lerajzolniuk szerintük, hogyan változik majd az intézmény a következő 3,5 évtizedben. Volt, aki tekepályát, és akadt, aki gyors éttermet tervezett a jövő iskolájába. Ami most az óvoda épülete, az régen az iskola épülete volt. Az iskola történeti vetélkedőn az intézményvezető foglalta össze az elmúlt 35 évet. Ehhez egy feladat is kapcsolódott. A rögtönzött történelem órán hallottakat kellett a gyerekeknek feleleveníteniük a döntőn. A 35. születésnaphoz kapcsolódva egyébként nem a pénteki volt az egyetlen program az intézményben. Az elmúlt 3,5 évtizedet különböző versenyekkel és bemutatókkal is megünnepelték a tanárok és a diákok a héten.